Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, tenyérjóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Méhecske részére. Kedves Méhecske, ez a te videód, a te tenyered, és én most kezdtem a tenyérjóslást a bal kezeddel. Először is azt mondanám el, hogy mi a különbség a bal és a jobb kéz között. Akik jobb kezesek, azoknál a bal kéz, a bal tenyér mutatja a múltat. Nem csak a gyermekkort, hanem azt is, amit mi átéltünk a korábbi életünkben. Tehát egy ilyen kármikus emlék. A bal tenyérben van mindaz megírva, amit már átéltünk, ezek az emlékek, de a tehetség és a lehetőség is, ebből a kézből lehet valamit kibontakozni. És a jobb kéz mutatja a tetteket, azt, hogyan tudjuk ezt megvalósítani. A bal kezeseknél pontosan másképp van. A jobb kéz tehát a tetteket mutatja, és az is előfordulhat, hogy a jobb kézben, a jobb kezeseknél a vonalak vagy a jelek az idők folyamán megváltoznak. Ugyanúgy, mint ahogy az életünk is változik. Most kezdeném a bal kézzel. Tehát itt nálad, mert te jobbkezes vagy, ez a kéz mutatja a múltodat. Először is elmondanám, hogy milyen a kéz formája, azt mi az elemekre vonatkoztatjuk. A kéz formája lehet a levegő eleme, a tűz eleme, a víz eleme, a föld eleme. Gyakran előfordul az is, hogy a kéz formája kettő elemre mutat, mint ahogy nálad is. Itt látható a föld eleme és a levegő eleme. A föld eleme mutatja azt, hogy neked fontos az anyagi biztonság, és hogy gyakran látod a reális dolgokat, és azt, hogy szorgalmas vagy. Tehát a tettek embere, holott a tűz eleme is erre utalhatna. A levegő eleme a könnyűséget, a gondolataidat, az ötleteidet és az intelligenciádra is utal. A tenyér közepén van egy ilyen négyszög, az szintén az anyagiakat mutatja, az anyagi biztonságot, hogy mennyire fontos számodra ez az anyagi biztonság. De visszatérve a tenyér formájára és színére is, a tenyered, a bőröd színe inkább olyan fehéres, kicsit rózsaszínű, az annyit jelent, hogy gyakran hiányzik ez az erő, hogy bebizonyítsd magadat, inkább olyan visszahúzódó vagy, és mutatja ezeket a lelki dolgokat, hogy olyan finom lelkű vagy, és érzékeny. A tenyérben vannak vonalak. Minden vonalnak megvan a jelentősége. És te is láthatod, hogy az egyik erősebben látszik, a másik halványa. Először megtekintenénk a szív vonalat, vagy a szerelem vonalát. Ez az ujjak alatt található, és a kisujjnál kezdődik, felfele fordul,
a mutató ujj felé mutat. A kis ujjat Merkur ujjnak nevezzük, és jelzi a gyermekeket, a gyermekkort. Tehát innen indulunk. Itt ez a szerelmi vonal, de a gyermekkorban ez a szeretetet jelzi, kicsit halvány. Halványabb, mint ahogy ez a szívvonal későbbiekben vagy a végén látható. Ez a halványság ezen a vonalon nem azt jelenti, hogy neked nem volt szükséged a szeretetre, hanem azt jelzi, hogy kevesebbet kaptál belőle, mint amit szerettél volna. A későbbiekben, és azt mutatja ez a vonal, hogy mit és hogyan élted át a szerelmi kapcsolatokat. Mély érzések. Ez a szívvonal sokkal mélyebb, mint a többi vonalak a kezedben. És ez neked egy fontos életterület, mert erre a szeretetre nagyon nagy szükséged van. Ezen a vonalon, ezen a szívvonalon látsz három pontot, és ezek csalódások. Ez azt mutatja, mintha az ember egy ilyen mély gödörbe esne, ahonnan nincs kiút, vagy nehéz ez a kiút. De nem szabad elfelejtenünk, hogy itt a bal kézről van szó, tehát a múltról, az emlékek láthatóak itt. Az ifjúságod, vagy mindaz, amit te átéltél korábbi életedben. Ez a szívvonal felfele mutat, és az jelzi a kiútakat, azon kívül eléri a Jupiter dombot. A mutató ujj az Jupiter ujj, és az alatta látható domb, azt úgy nevezzük, hogy Jupiter domb. Ez adja neked az optimizmust, a szerencsét, a lehetőségeket, és mutatja az igazság szeretetét nálad. Ha most megnézed, hogy felülről milyen vonalak érik el a szívvonalat, ezek találkozások. A középső ujjból is indul egy ilyen vonal, ami a szívvonalat eléri, ott még csillagok is láthatók, tehát egy szerencsés, sorsfordó változás, és ez azt jelenti, hogy neked lesz az életedben egy szerelmi kapcsolat, ami kihat a sorsodra, és ez lehet egy ilyen kármikus szerelem is. A középső ujj az Szaturnusz bolygóhoz tartozik, Szaturnusz ujj, és az kihat a sorsra, mutat kármikus témákat is. A gyűrűs ujjtól is jönnek ilyen halvány vonalkák, ami eléri a szívvonaladat, ezek is kapcsolatok, vagy élmények, lehetőségek, és ezek segítenek téged, vagy erősítik a te személyességedet, mert ez a gyűrűs ujj Apolló ujj, és Apolló az a nap istene, és a nap kihat a te személyességedre, mutat apai témákat is, és a későbbiek folyamán itt tükröződik valami a párkapcsolatban, ezért hordjuk a gyűrűs ujjon a gyűrűt, ami a házasság
jelképen. Mivel ezek a kis vonalacskák elérik a szívvonalat, és kihatnak a te érzelmeidre, kihatnak a szerelmi életedre is, ezek apai témák, később mindaz, amit a házasságban átélsz, és ezáltal változik a te személyiséged. Tehát ezek formálják a te személyiségedet. És ha erős vagy, és mutatod ezt a belső erőt, biztos lehetsz abban, hogy a szerelmi életed jóra fordul. Ez alatt, a szívvonal alatt, tehát a második vonal, ha az ujjaktól nézzük, ez a fejvonal mutatja a tudásodat, a képzéseket, később a munkádat. Ez a fejvonal a másik oldalon kezdődik, tehát nem a kis ujjnál, hanem a mutató ujj alatt, Jupiter ujj alatt. Ott mutatkoznak a gyermekkori élmények, de ez nem a szülői házat illeti, hanem az iskolát, hogy élted te azt át. Ez egy jól látható vonal, és az mutatja azt, hogy nagy volt a tudásod, és megvoltak arra a lehetőségeid, hogy tovább tanulj, képezd magad. Ez a vonal egyenesen megy, tehát nincsenek munkahelyi változások, inkább nálad az a fontos, hogy te egy helyen maradj, és ott megállt a helyed, mert neked fontos ez a biztonság érzete. Inkább valamit szeretnél, ami a munkát illeti, stabilizálni. Ha megnézed ezt a vonalat, ezt a fejvonalat, a végén megy egy másik vonal a kis ujj irányába. És ez a kis ujj, ez Merkur ujj, az a gyerekeket mutatja. Tehát a te hivatásod gyermekekkel foglalkozni. És most áttérünk a hüvelyk ujjra. A hüvelyk ujj az Mars ujj, tehát mutatja az erőnket. És ezzel az erővel be tudjuk magunkat bizonyítani az életben. Egy vonal látható a kézben, ami a csuklótól indul, és így ilyen félkör irányban átöleli ezt a hüvelyk ujjat. Ezt a vonalat életvonalnak nevezzük. Ez az életvonal mutatja azt, hogy tudod magad bebizonyítani az életben. Ez mutatja az erődet, a testi erőt is. Ez kihat az életerődre. Ez a vonal nagyon halvány. És ez azt jelenti, így tudnám ezt elmondani, hogy nagyon nehéz neked a nehézségeken túltenni magad, vagy hajlamos vagy arra, hogy feláldozd magad másokért. A sors vonala a csuklótól indul felfele, többnyire a közép ujj fele mutat. Ez egy egyenes vonal. És mivel így egyenesen felfele mutat, nincsenek sok, vagy nincsenek nagy változások az életedben, ami kihatna a sorsodra. Kisebb változások, igen, de ezek nem a sorsdöntő változások. Az utalhat arra is, hogy félsz ezektől a nagy változásoktól, vagy nehéz döntéseket hozni,
és inkább megpróbálod azt megtartani, ami biztos. A csuklón látható, mint egy karkötő, vagy több karkötők, ez a Plutó bolygó szimbóluma, és az adja nekünk a belső erőt. És ez nálad nagyon jól látható. A kézben vannak betűk is. Annak is van jelentősége. Többnyire mutatja valakinek a nevét, mert ezzel a betűvel kezdődik. De ez lehet egy város neve is, vagy egy fogalom neve. A következő betűket látom a tenyeredben. A, K, I, L und F. Azon kívül, ami még nagyon fontos, egy háromszög jele az jelenthet vallási témákat, vagy egy spirituális irányt. És ha ez a tenyér közepében van, akkor az nagyon különleges. Ez összeáll a szolár plexussal is. Ezt a tenyér jóslásnál egy ilyen isteni forrásnak tekinthetjük, vagy mondhatnám intuíción. Ez összefügg az isteni hatalommal. És a te kezedben ez jól látható. És a tenyér közepén összefüggésben áll a te szolár plexusoddal. És most áttérünk a jobb kézre. A jobb kéz jobb kezeseknél a tetteket mutatja. Az, ami a bal kézben meg van írva, hogy tudod ezt megvalósítani. A kéz formája az hasonló, mint a bal kéznél, ez a föld elemére és a levegő elemére mutat. A színe, a kezednek a színe kicsit vörösebb, mint a bal kéznél, de az lehet, hogy a világítás, vagy ahogy lefényképezted. De ha ezt megtekinted napfényben, és úgy látod, hogy a jobb kezed vörösebb színben áll, akkor az arra utal, hogy a tettek embere vagy, és megvan ahhoz az erőt, hogy mindazt megvalósítsd, amit terveztél, és mutatja a bátorságodat is. Ezt megerősíti itt a jobb kéznél az élet vonal. Ez az életvonal a csuklótól indul, és a hüvelyk ujjat így átöleli, mint egy ilyen félkör, és ez egészen másképp néz ki, mint a bal kézben. A bal kézben alig volt látható az utal a múltodra, de te ezt megtanultad, hogy bátor légy, és mutasd az erődet. Ez nem csak a bátorságot és az erőt jelenti, hanem, hogy milyen hosszú az életed, hogy egészséges vagy-e, vagy kell, hogy betegségekkel küzdjél. Ez egy hosszú vonal, mutat egy hosszú életed, nincsenek benne ilyen szakadások, mert az mind betegségekre utalna. Tehát egy hosszú élet, egészséges vagy. A szívvonal pontosan ott található, mint a bal kézben, az ujjak alatt, és kezdődik a kis ujjnál, felfele mutat, ugyanúgy, mint a bal kézben, és eléri a Jupiter dombot. A jelentése ugyanaz, mint a bal kézben. Viszont itt a jobb kéznél a befolyás,
ami befolyásolja a szerelmi életedet, az nem a gyűrűs ujjtól jön, mint ahogy a bal kézben ez látható volt, hanem a középső ujjtól, tehát a Szaturnusz ujjtól. És ez a szerelem, ez egy kármikus kapcsolat, és ezáltal fog történni egy nagy változás, egy sorsdöntő változás az életedben. Ha megnézed a vonalakat, akkor itt vannak ilyen betűk is. Ezek a betűk jelenthetnek egy fogalmat, vagy egy nevet, egy helységet, mert akkor ezzel a betűvel kezdődik ez a fogalom, ez a név, ez a helység. A következő betűk láthatók a tenyeredben. Egy nagyon nagy M betű, egy nagy A betű, és a szív vonaladon van egy F betű, ami rajta van a szív vonaladon a középső ujj alatt. Pontosan, ami a sorsdöntő változásokra utal, de az időre is. Mert a kis ujjnál kezdődik az élet, mutatja a gyermekkort, a gyűrűs ujj alatt az ifjúságot, és a középső ujjnál ott már felnőttek vagyunk, a mutató ujj alatt mutatja azt az életszakaszt, amikor már szürke a hajunk. Ott, ahol a hüvelyk ujj eléri a tenyeret, pontosan azon a részen van egy kisebb, de mély vonal, az a Vénusz vonalát jelenti, a te nőiességedet, és azt, hogy hat ki a te szerelmi életedre, de mivel itt Mars és Vénusz energia találkozik, ez mutatja a testi kapcsolatokat is. Itt a jobb kézben ez jobban látható, mint a bal kézben, és mutatja azt, hogy kivirágzik a nőiességed, amit élvezhetsz is. A fejvonal, a második vonal felülről, az jelenti a tudásodat, az iskolai végzettségedet, a képességeidet, a munkádat, az hasonló, mint a bal kézben. A csuklódon vannak a Plútó vonalak, mint egy karkötő, ez hasonló, mint a bal kéznél már mondtam is. De van még egy különbség a bal kezed és a jobb kezed között, és ez a te intuíciód, és ez az isteni segítség, mint egy ilyen isteni forrás, mutatja az intuíciódat, de a hitedet is. Ez a bal kézben jobban látható, de ezt még te megteremtheted magadnak, és én úgy gondolom, hogy az lenne fontos most számodra, hogy higgy önmagadban. Kedves méhecske, ez volt a felvételem, így tudtam elmagyarázni azt, ami a kezedben áll. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!